Az újvidéki Fehér Ferenc téren alkalmi műsor várta a jelenlévőket, egyebek mellett József Attila, Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső és a tér névadójának versei hangzottak el. Mai nap többek között azért fontos, hogy kiemelje a jelentőségét annak, hogy mennyire fontos a magyar irodalom, és különösen a vajdasági magyar irodalom, hogy mennyire fontos az, hogy a fiataljaink írjanak, hogy könyveket adjunk ki, hogy olyan alkotások szülessenek, amelyek megmaradnak a jövőben. Ez a nap, ez szerintem méltó arra, hogy megünnepeljük, hiszen József Attila születésének a dátumáról van szó, szóval aki a magyarság egyik legnagyobb költője volt. Fehér Ferenc nem csak a költészetével alkotott maradandót, hanem az újvidéki és vajdasági magyar közösség építéséhez és alakításához is jelentős mértékben hozzájárult. A VMS újvidéki szervezete ezért tartja fontosnak, hogy a magyar költészet napját az ő mellszobrának megkoszorúzásával ünnepelje minden évben, emelte ki Vicsek Anna Mária. Hiszen pedagógusként az iskolákat járva, nem elsősorban pedagógusként, de pedagógiai célzattal, hiszen a versek világának a megszerettetését, a költészetnek a megismerését, a magyar identitás tudatnak az építését a költészeten, a verseken keresztül mindig is szívügyének tekintette. Fehér Ferenc mellszobránál mások mellett a Magyar Szólapkiadó Kft., a Fórum Könyvkiadó Intézet, a Vajdasági Magyar Diákszövetség és a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezetének képviselői helyezték el az emlékezés virágait.